A gyulai várfürdő két héten át ad otthont a válogatott paraúszók edzőtáborának. A pécsi és a vasas úszó szakosztályaiból 5 versenyző érkezett Gyulára annak érdekében, hogy minél eredményesebben teljesíthessenek a szeptemberi világbajnokságon. Jancsi Kárpád edző elárulta, ez az utolsó edzőtábor a londoni világverseny előtt. Ennek érdekében az úszók naponta 2-szer 1 órát töltenek a vízben, valamint 1 óra szárazföldi erőnléti edzésen is részt kell venniük. A táborban résztvevő Konkoly Zsófia 14 évesen szerzett bronzérmet a riói paralimpián. Akkor döntötte el, hogy 2020-ban Tokióból már aranyéremmel szeretne hazatérni. Az ehhez vezető út egyik állomása a londoni világbajnokság, ahol a 17 éves versenyző 5 számban áll majd rajthoz. A célja pedig az, hogy legalább 2-ben döntőt úszhasson. Konkoly Zsófia elárulta, a testvére miatt kezdett el úszni. 2008 óta. A tesóm aszmás volt, és akkor én is elkezdtem, mert kapott egy lufit minden edzés végén, hogyha jó volt, úgyhogy ezért elkezdtem én is. Iván Bence ezüst és bronzérmes Európa bajnok úszó kifejtette, immár 5 éve sportol versenyszerűen, ahogy mindig, az idei világversenyen is a legjobb eredmény elérésére törekszik. 200 versen döntőt, azt elvárom magamtól, és ott minél jobb helyezést elérni, illetve egyéni csúcsot úszni. 100 mellem meg meglátjuk, ott az erős a mezőny, ott is inkább az egyéni csúcsra törekszek. A vasas sportolói közül az Európa-bajnok csúcstartó, paralimpiai ezüst és bronzérmes Papp Bianca, a több mint 80-szoros magyar bajnok Illés Fanni, valamint a 17-szeres junior magyar bajnok és 4-szeres felnőtt magyar bajnok Száraz Evelyn készül a gyulai várfürdőben. Papp Bianca 4 számban indul, a főszáma 100 hát, indul még 200 vegyesen, 400 gyorsan és 100 gyorsan. Illés Fanni 100 mellen indul, 100 gyorsan, 200 vegyesen és 100 háton. Tehát ez is 4 versenyszám. És Száraz Evelyn, ő pedig 3 számban indul. Végül a gyorsan ott nem volt meg neki a metszintje, ezért 100 mell, 200 vegyes és 100 háton fog úszni, úgyhogy lesz dolgunk bőven. Jancsi Kárpád edző elárulta, a londoni világbajnokság kiemelten fontos abból a szempontból is, hogy a versenyzők ezáltal kvalifikálhatják magukat a 2020-as tokiói paralimpiára. Hát csak azt tudom mondani, hogy ha az egyéni legjobbukat megjavítják, az már jó, hogy mire lesz elég, azt nem tudhatjuk, hiszen egy nagyon erős világbajnokság elé nézünk, ez már a paralimpiai kvalifikációs verseny, tehát egy nagyon erős mezőnyre számítunk. A gyulai edzőtáborban a világbajnokság előtti utolsó simításokat rutinszerűen végzik mind az edzők, mind a sportolók. Ezt követően a kellő pihenésre koncentrálnak majd, hogy a világversenyen a legjobb formájukat hozhassák.